Szevasztok srácok! Itt vagyok egy kis vloggal, ami egész pontosan most már vlog. És szeretném elmondani, hogy akkor mi is lesz itt februárban. Ugye ezt valószínűleg már a legtöbben hallottátok, hogy elindul a magyar szólóbajnokság, aminek az első állomása lesz ez a februári LAN. Február 10-én délelőtt 10 órától a GG Gamingben. Ugye ez számunkra már egy viszonylag bejáratott hely, hiszen hát most még idén per pillanat. Nyáron ugye augusztusban itt volt a nyári lanunk, fergeteges hangulatban, nagyon jó kiszolgálással, jó gépek, minden. Úgyhogy remélem, hogy ez februárban sem lesz másképpen. Viszont egy picikét magasabbra szeretnénk tenni a mércét, mind megjelenésileg, mind kivitelezésben. Ennek érdekében megpróbálunk majd a streamre picit jobban ráfeküdni. Tehát tervek már vannak, maradjunk annyiban, nem is kicsik. Tehát terve van az, hogy bevezetjük ugye a játékmenetileg fontos változás lesz, hogy lesz scrim. Ugye 5 perc lesz mindegyik pályán, minden játékosnak. És akkor ezek alapján a legjobb futott idők alapján fogjuk besorolni a játékosokat, és akkor így fognak kialakulni a kezdő négyesek, illetve esetleg akik egy körre tovább jutnak egyből. Szóval ez így fog zajlani, és akkor egy picikét a streamről. Ugye mindenképpen megjelenésileg egy picikét emelni akarjuk a szintet, tehát például ez a kis táblácska, ez már ingén biztosan be fog kerülni. És hát hasonló kis logók, minden. Tehát szeretnénk egy picikét szebbé tenni az egészet, egyedibbé. Azt nem mondom, hogy téli módot fogunk esetleg használni. Nem tudom, az mennyire működne title pack mapokkal, de őszintén szóval azért nem is ez lesz a cél. Viszont a streamben mindenképpen szeretnék megjeleníteni egy kis reklámot mindenkinek, úgy személyenként. Tehát tervek szerint lesz egy olyan a scrim alatt, hogy minden játékosnak egy ilyen kis sávocska, ami rajta van neve, mióta játszik, mivel tolja, milyen kameraállásban nyomja, melyik csapatban játszik most, illetve adott esetben egy legjobb eredmény akár, vagy valami, tehát az még lehet, az még mondjuk képlékenyőz rajta lesz-e, de minden esetre ez egy terv. Továbbá terv, hogy minden pályának lesz bemutató videója, amit hogyha nem is minden egyes meccsen, mert a végén akkor ráunnának az emberek, de mit tudom én, scrim alatt, meg a döntő alatt mindenképpen bejátszanánk. Nyilván a warm-up alatt. Mondjuk scrimnél nyilván nincs warm-up, de játétek. Szóval, ja. Nincs vlog beleköhögés nélkül. Jó van. Szóval ezek a tervek. De nyilvánvalóan ehhez kelleni fog, opa. Kelleni fog még ember rajtam kívül, mivel hogy már nyáron is az volt a probléma, hogy én próbáltam volna figyelni a saját meccsemre, de nyilván nem lehetett, mert beakadt a stream, csinálni kellett. Tehát problémák voltak vele, és akkor ugye közben oda is kellett figyelni egy picikét néha, meg a meccsre is, és akkor azért az ugyannyira... Ma mindent leütök. Tehát azért az annyira nem egyszerű. Tehát az a terv, hogy valaki, aki esetleg jön és szeretné vállalni, és tudja vállalni, annak úgy egy picikét megmutatom, hogy mik a tervek, és akkor hogyan tudja a folyékonyan üzemeltetni. Valamint megpróbálunk a GG-sekkel olyan szempontból egyeztetni, hogy esetleg amelyik gépről a stream megy, majd esetleg egy dupla monitort rácsapni, hiszen az is azért rengeteg könnyítés lenne nekünk, hiszen mégiscsak nem kell folyamatosan lealtabolni az OBS-hez. Látjuk folyamatosan a képet esetleg, a chatet azon a gépen. Tehát ezek olyan dolgok, amik alapvetően nem tűnnek nagy dolognak, de rengeteget tudnak segíteni. Tehát erre mindenképpen megpróbálunk majd hangsúlyt fektetni,
És hát reméljük, hogy ez jól fog elsülni, és pozitívan fog elsülni. És hát, ja. És akkor előhalászom nektek a szabálykönyvet, hiszen azt még úgy hivatalosan nem osztottuk meg, egyelőre folyamatban van az angolra fordítása. Hát, itt is van. Jó, tehát akkor felolvasom, hogy mik azok, amik fontosak mindenképpen. Tehát az eseményhez játékosként való részvétel, az kritérium érvényes Trackmania 2 Stadium hozzáférés megléte. Szerintem ez egyetlen. A kupára való nevezéssel elfogadod és tudomásul veszed az ezen leírásban foglaltakat. A versenyen való részvétel nevezési díjas, melynek pontos összege függ a résztvevő játékosok számától, maximális összege 5000 forint. Tehát erre az 5000 forintra idén is törekedni fogunk, illetve hát jövőre, hogy ezt ne lépjük túl, cakon pak mindenestül. Jó, nyilván az eseményre jöhetnek nézők is. Nyilvánvalóan attól függően, hogy mennyien férnek be. Hiszen azért ott az, aki ott volt nyáron, azért tudja, hogy olyan rengeteg külön ülőhely, pihenőhely nincsen, tehát nincsen egy bárpult, amihez végig támaszkodhatnak 80-an. De nyilván szeretettel várunk mindenkit, tehát most akár nézőként is azt mondom, hogyha ketten-hárman odaülnek egy géphez és benyomják a streamet, hát most az a 600 forint három emberre 200-200 forint óránként. Az azt gondolom nem vészes. Hát vagy beállnak a játékosok mögé. Jó, a versenyhelyszíne GG Gaming Long Club 1084 Budapesti József utca 50. Igazándiból, aki nem tudja, hogy hol van, merre van, annak meg majd úgyis segítünk. Verseny időpontja ugye 2018. február 10. szombat 10 óra. A lebonyolítás. A verseny a 4 közösség által megszavazott pálya kerül kiválasztásra. A mapok mix stílusúak, közel azonos arányban tartalmaznak tech, dirt, illetve full speed elemeket. A pálya beküldés mindenki számára nyitott, bővebb információ a mapok bekezdésben. Ugye ebben gondolom nincs újdonság. A verseny Theos Seed-del kezdődik, ami hát tehát 5 perces lesz, ami a nagyobb lanokon megszokott 10 perctől számítva azért jóval kisebb, ellenben sokkal nagyobb kihívás is lesz azáltal, mivel hogy 5 perc alatt kell egy minél jobb időt futni, tehát abban nagyjából belefér az, hogy elsőre futsz egy biztonsági időt, hogy legyen valamid, és akkor utána nagyjából még van 2 dobásod ezeken a pályákon. Ha hamar visszaveszed, akkor 2,5. A versenyek klasszikus 1v1v1v1 formátumban zajlanak, melynek sorsolási és ágrajza a résztvevők számától függ. A mérkőzések alsó és felső ágon folynak, tehát itt is úgy, mint a nyáron meg lesz majd az, hogy aki a seedben itt végzett, ott végzett, az éppenséggel hova kerül, honnan, hova esik, stb. Ki jut döntőbe. A mérkőzések 100 pontig zajlanak, a döntő 120-as lesz. 10-7-5-3 pontozás lesz, tehát a 10-6-4-3 az most így itt is el fog tűnni. A finish timeout pedig 7 másodperc lesz, tehát nem a 16 szokásos, tehát aki 8 falat beletesz, az már nem fog beérni. Tehát ebben nagyjából egy nagyobb vagy 2-3 kisebb hiba fér bele. Jó, mondjuk ez nyilván attól függ, kinek mi a kicsi, meg a nagy hiba. De például 2 full stopig az már nem fér bele. A respawn pedig tilos. Úgy határoztunk Angel-lel, hogy az autókat most sem forszoljuk be, hiszen azért idehaza viszonylag kevesen használják azt, és nem biztos, hogy épp a LAN-on akarják elkezdeni megtanulni. Szóval, ja, az nem lesz kötelező. Mapok 1.10 és 1.20 közti tech dirt full speed mapok. Ugye a nyári lanon azt hiszem úgy volt, hogy 1.05 és 1.15 között, vagy hogy. Nem tudom, de azt tudom, hogy más volt egy picikét a tartomány. Itt ez most nagyjából fixálva lett. Nagyjából stílusonként 25 szek lesz. Az egyes részek nehézségénél figyelembe kell venni az induló játékosokat különböző játéktudás szerint. Igen, tehát ezek már inkább mondjuk a mapkészítőknek vonatkozó dolgok. Tehát a Type Pack és a Block Mix pedig engedélyezett, amennyiben nem okoz játékmenetbeli vagy zavaró grafikai bugokat.
Tehát, hogyha most úgy blokkmixelsz valamit, hogy neked ott mikor mész a képedbe össze-vissza glitch-el, akkor azt úgy hagyjuk a francba. Tehát ott azt vagy eltakarod, vagy kiveszed. A javasolt napszakok, napkelte és nappal. Mivel, hogy javasolt, így nem mondjuk azt, hogy ne legyen napnyugta és éjszaka, de akkor viszont figyelni kell, hogy kevés dekor, kevés nagy blokk legyen, tehát ne legyen az, hogy a gyengébb géppel rendelkezők nem tudnak rá gyakorolni, mert szétesik az egész. Tehát erre azért figyeljünk oda. A respawnolhatóság nem kritérium, mivel hogy alapból tiltott, így nyilván nem is kell feltétlenül annak lennie. A mapokon megfelelő mennyiségű reklámfelület és irányjelző tábla elhelyezése szükséges, pódium elem alkalmazása pedig kötelező. A pódium elem azért kötelező, mert rohadt jól néz ki, és dicsőség, amikor ott áll rajta a győztes. Hát a többi az meg nyilván reklám miatt. És hogy tudjuk merre kell menni? És hogy a nézők is tudják merre kell menni. Mert nyilván mire oda jutunk, hogy verseny, addigra igazándiból már szerintem közülünk mindenki tudni fogja az induló közül, hogy merre kell menni. A mapok beküldési határideje 2018. január 7:24 óra. Mapok küldhetőek trackmania.hu Facebook oldalán, privát üzenet formájában, vagy a szervezők számára Discordon. És hát itt van, hogy Angelnek vagy nekem lehet küldeni. A pályakészítés során egy ember felkérhető tesztelésre, egy, nem több. Coopmap készítés engedélyezett. A pályáról replay vagy map file megosztása tilos. A pálya kizárását vonja maga után. Tehát az, hogy videót kitesztek, az oké. Screenshotot kitesztek, oké. De az, hogy egy konkrét replayt, amit in-game meg tud valaki nyitni, vagy egy map file-t, az nem. Tehát az nyilván odáig lehetséges, hogy az egy tesztelő, és akkor így ennyi. A verseny etikai szabályzata, ez fontos, hogy tisztázzuk. Eddig sem volt eddig vele nagyon probléma, de remélem, hogy ezután sem lesz. Bármi nemű csalás, vagy nem megengedett segédeszköz használata, azonnali kizárást és további 2 év eltiltást van maga után a TMHU által rendezett összes online és offline versenyre nézve. Tehát ugrott az MSB mind 2018-ban, mind 2019-ben. Illetve hát a 2020-asnak is az eleje. Úgy nagyjából. A felkészülési időszakban is elvált a sportszerű korrekt magatartás a játékos társakkal és érdeklődőkkel szemben. Ennek megszegése a magyar szóló bajnokságból is egyben annak minden állomásából való kizárással jár. Tehát aki sértegeti a másikat, lenézi, beszól neki, hogy mennyire gyenge, vagy esetleg szidja bármi szinten, és ez bizonyításra kerül, akkor az viszontlátás. A helyszínen elvált a sportszerű korrekt magatartás az ellenfelekkel és érdeklődőkkel szemben is. Az ellenfelek sértegetése, becsmérlése tilos és kizárást vonhat maga után. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a felkészülési időre is igaz, itt is igaz. Ha valaki elkezdi szídni a másikat, hogy mekkora egy azt köcsög, akkor az azonnal kaphatja a billentyűzetét, kontrollerét, fülesét és elmehet hazafele. Ez remélem tiszta. És ugyanígy igaz a nézőkre is. A helyszínen nagyértékű számítógép park és informatikai felszerelés található. Ezek állapotának megőrzése közös érdekünk. Amennyiben valaki a helyszínen található felszerelésben kárt tesz, abban az esetben a helyszín, avagy az érintett periféria eszköz tulajdonosa kötelezheti őt az okozott kár ellenértékének megfizetésére. Tehát, hogyha valaki leönti sörrel a gépet, és az tönkre megy, akkor azt nem én fogom kifizetni helyette, hanem ő. Tehát ezt jó, hogyha mindenki tudja, hogy mindenki saját magáért lesz felelős. Ha 18, ha nem 18 még, azzal, hogy nevezett a versenyre, illetve ott van a helyszínen, ezt elfogadja. De szerintem ez a GG-nek is alapvető szabályzata és eljárása.
Szóval, ja, ezek a főbb tudnivalók így a LAN előtt. Tehát ezeket mindenképpen, aki jönni akar, jó, hogyha tudja, jó, hogyha készül vele. És hát akkor most így, hogy igazándiból minden bajnokságban szép lassan szünet van, neki lehet iramodni pályát csinálni. Azért január 7-ig még van idő, de azért már nem olyan sok, az nem egész egy hónap. És hát akkor január közepétől mapot válogatunk, és akkor elindul a végső nagy hype. Úgyhogy én szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánni addig is. Jó pihenést mindenkinek erre a kis téli időszakra, az ünnepekre. És hát akkor jó mapkészítést. És hát találkozunk akkor januárban, illetve hát februárban személyesen is. Én Spetyka voltam, találkozunk akkor jövőre. Sziasztok!